Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy októberben megrendezik az alsó tagozatos gyermekek számára a mesehetet. A témahét minden napján történik valami mesével kapcsolatos tevékenység. Hétfőn a mesés rajzpályázat eredmény hirdetése volt, ahol minden évfolyamon az első három helyezett tanuló értékes ajándékot, rajzkelléket kapott. A meséket Izsó Hunor tanító választotta ki minden négy évfolyam számára. Ezen kívül meseolvasás délidőben címmel egy-egy osztályból a legszebben olvasó, vállalkozó szellemű gyerekek felolvasták kedvenc meséiket a többieknek. A jutalom hamuba sült pogácsa. Az űrgebár nagyon félt, csendhez folyamodott, és dicsérni kezdte a vonót. Minden nap három tanuló elment egy közeli ódába mesélni. A délutáni alvás előtt a mesét ők olvasták fel a saját könyvükből. Húzta magát, széttette lábait, szárnyait levegtette. Az űrge, hogy elaltassa a figyelmét, még tovább kedveskedett, aztán egy alkalmas időpontban átsurrant a lábai, a bagoly lábai között, és már is az üregben volt. A bagoly megcsalódottan tovább repült saját butaságát átkozva. A hízelgők meggyakorlták egyre szerencsét. Kedden mesés foglalkozás volt a harmadik B osztályban Bartyik Gitta meseterápia vezetővel. Ennyire jól mondogatták az emberek. A mi feleségeink vénecskék jó volna, ha megfiatalodnának. Egyszerűen megalkuznak, megveszik a botot 300 pengőforintért, elhatározzák, hogy legelőször a legöregebbi testvér próbálja ki. Ezen a délutánon 15 ismert iskolánkhoz valamilyen módon kötődő felnőtt olvasta fel kedvenc meséjét a tanulóknak. Látja, hogy még nem feküdtek le, mert égett a gyertya az asztalon. A király kisasszony hol van? Mondja le meg az egyik föld. Bizony, azt odaadtuk a fiúnak. Mert azt mondta, ha oda nem adjuk, olyan templomot épít a kapu elébe, hogy seki, sebe nem tudunk járni. Jankóból hercegre, a Tira talán már király is, a testvérei pedig mind hatötrös gazdák, és még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a végetességről. Szerdán délelőtt mesés akadályversenyt vezetett a Korona utcai óvda nagy csoportosainak, Varsandán Áron tanító. Egy népmese megtekintése után következtek a vidám, játékos próbatételek. Ez a program nagy sikert aratott az óvodások körében. Csütörtökön délután minden alsó tagozatos osztály részt vett a mesés akadályversenyen. Este a szülők és a pedagógusok részére Szabóné dr. Kállai Klára pszichológus tartott előadást Mesék szerepe az érzelmi intelligencia fejlődésében címmel. Pénteken délelőtt a Korona utcai óvoda pedagógusai adták elő a saját maguk által írt és megrendezett mesét az első és második évfolyam részére. Délután a harmadik B osztály játszott el a harmadik, negyedik osztályosoknak az Ugri és a Bugri című mesét. Túl a Rónán volt egy nagy erdő, abban élt két mókus. Az egyik neve Ugri, a másik neve Bugri. Isten hozom! Na szép tőled, hogy meglátogattál! Hát nem haragszol rám? Hogy haragudnék rád, amikor látom, micsoda siralmas állapotban vagy? Beteg voltál, édes bátyám? Na gyere a meleg kanapémra, takar be a lábad paplanommal, és egyél is valamit, mert látom, mélyes vagy. Aztán mondd el, mi történt veled. Föld alatt.
A hét érdekessége volt, a mesetotó a legpontosabb megoldást beküldők apró ajándékot kaptak az iskola büféjében. A hét során sok ismerettel és élménnyel gazdagodtak az alsó tagozatos gyerekek. Reméljük, hogy a meséjét során közelebb kerültek a tanulók a népköltészet értékeihez.